A futball éjszakáján gálamérkőzést rendezett a Paksi FC a Fehérvári úti foci stadionban, melyen válogatott játékosok paksi legendák örvendeztették meg a rajongókat. A 30 évvel ezelőtt elnyert NB3-as bajnoki cím emlékének adóztak ezzel, melyen az akkori csapat tagjai mellett a 2000-es években Pakson megfordult legendák 3x30 perces mérkőzésen a magyar öregfiúk labdarúgó válogatott ellen léptek pályára. A paksiak ikonja, Éger László a második szünetben zöld-fehér mezét átcserélte a válogatott mezre, hiszen a paksi legendák és a magyar öregfiúk válogatott csapatát is egyaránt erősítette. Hát én úgy gondolom, hogy ez arról szól, hogy érezzük jól magunkat, szerintem szenzációs volt ez a mai délután, mai este, aki kilátogatott ide, szerintem jól érezte magát. Igazából ez erről kell, hogy szóljon. Amikor bementünk az öltözőbe, akkor a régi sztorik előjöttek, és azt gondolom, hogy nekünk az a jó, amikor ott vagyunk az öltözőbe. Ez már haba tortán, de igazából a sztorik azok az öltözőben vannak, azok ott is maradnak. A mintegy egy másfél éve verbuválódott magyar öreg fiúk labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Gellei Imre, aki egykori paksi vezetőedzőként is nagyon sok barátra lelt az Atomvárosban. Elmondhatom, hogy Ukrajnába hívtak bennünket egy mérkőzésre, és Munkácson 7000 ember előtt játszottunk, és akkor az elnök úr azt mondta, hogy mindenképpen ápolni kell a hagyományokat, és álljunk össze, jótékonysági meccsekre járunk, bővebb keretünk van, ma 40 helyszínen van fellépése különböző programokba a futball éjszakáján, és hát mi örömmel jöttünk ide, és egy nagyon jó hangulatú klassz meccset játszottunk. Ahogy látom, a közönség élvezte. Ez ugyanolyan, mint amikor a kisgyerekkorban elkezdenek a grundokon játszani. Mi örömfocit akarunk bemutatni, jól érzik magukat a játékosok egymás között, mi csak mérkőzésekre állunk össze. Gyönyörű a stadion, nagyon sok barátom van itt Pakson, úgyhogy mindig haza is jövök, amikor Paksa jövök. Úgyhogy nagyon sok szeretettel drukkolok a csapatnak, örülök, hogy magyar játékosok játszanak az együttesben. És az, hogy folyamatosan NB1-es tagság van most már 15. éve. A gála meccsen olyan nagy nevek léptek pályára, a teljesség igénye nélkül, mint Mátyus János, Vince István, Pető Tamás, Sallói István, ők a hálóba is találtak. A nyáron visszavonult Király Gábor védte a kaput. Ugye 3,5 hónapja fejeztem az aktív pályafutást, és ez volt a második alkalom, hogy pályára léptem, nem edzek semmit, úgyhogy úgy jöttem ide. Úgyhogy én jól éreztem magam, mindig jó egy ilyen társaságban lenni, úgyhogy örültem, hogy itt lehettem. Valóban nem először vagyok Pakson, hanem már sokszor megfordultam itt, főleg a kapus iskolákban. Úgyhogy mindig örömmel jöttem, ha a szakmáról volt szó, úgyhogy jól éreztem mindig magam. Lipcsei Péter is pályára lépett a gálán. Hát ez a legfontosabb az, hogy volt csapattársakkal, vagy volt ellenfeleked, itt vagyunk egy csapatban. És hát ami a legfontosabb nyilván a harmadik félidő, amikor nosztalgiázunk, vagy pedig visszaidézzük az emlékeket. Hát ez a legfontosabb, az pedig, hogy milyen erőben vagyok, hát nem a legjobb, hiszen azért már csak az öregfiúk bajnokságban játszunk heti egy alkalommal, úgyhogy csak ennyi a mozgás. A gála végén egy csoportképre összeálltak a legendák, majd az esti vacsorán folytatottak a jóízű beszélgetések, nosztalgiázások.